Tisztelettel köszöntöm Önöket, sokszínű vendégem van ma, és nem elsősorban arra gondolok, amilyen kívülről, hanem amilyen belülről, mert hogy úgyis sokszínű Márk az én vendégem, aki ma egyébként nagyon visszafogottan öltözködött és mutatja magát, de íme. Lakatos Márk, 46 éves stylist, divattervező. A Pécsi Tudományegyetem esztétika szakán végzett, filmtörténet, filmesztétika szakon, de már 20 éves kora óta játékfilmek és nagy televíziós produkciók stylistja. A Mercedes-Benz Fashion Week Central Europe és a Gombold Újra Central Europe művészeti vezetője. Emellett vállalati és személyes stílus tanácsadással is foglalkozik. Szívesen szerepel tévéműsorokban, legutóbb Grillus Dorka rendezésében egy színdarabban is szerepet vállalt, de színházban leginkább jelmeztervezőként dolgozik. Emellett borászkodik, volt étterme, indult főzőműsorban, influencerkedik is. És most, hát én azon gondolkoztam, hogy vajon milyen színű hajjal érkezel, mert elfelejtettem, hogy most hogy kopasz, igen. Inkább hozzám hasonlítasz, mint a korábbi önmagadhoz. De hát igen, a sokszínűségedet nem feltétlenül csak ez jellemző, örülök, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ezt egyébként Szegeden a szabadtérén vágtuk le, mert hogy ott a Chicagóban csináltam a konferenciának a szerepét, és az idei változatban kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen mefisztósabb karakter, és ahhoz egy ilyen kopaszfej, lisztes arcdukált. És jól bírod? Mit? Hát azt, hogy... A kopasságot? Ne, nagyon. Hát ugye te mindenféle színű szoktál lenni. Igen. Ilyen ötletszerűen. És ezt elvesztetted, ezt a jellegzetességedet ezzel. Képzeld el, hogy amikor először lenyírták a smink szobában a lányok, akkor először itt sokkot kaptam, tudom, úristen, és aztán annyira jó érzés volt, és olyan könnyebbség volt, hogy na, akkor most nem kell azzal foglalkoznom, hogy lenövés, milyen szín, megfogja a kádat a párnát, a színező, stb. Úgyhogy annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy akkor ezt most tartom is egy ideig. És nem vesztettél vele kommunikációs eszközt? Szerintem te nem polgárpukasztásra használtad ezt elsősorban, hanem valamit jeleztél, mindig valamilyen voltál. De a kopasság is jelez. Tehát, hogy nem, szerintem... ez így nem annyira. Vagy de nem, szerintem az... Enyém biztos nem, mert ez egy adottság. Hát igen, de a választott hajlenyírás, az mint például a buddhista szerzeteseknél, tehát az is egy kommunikáció, és szerintem ez tök fontos, hogy főleg egy olyan ember, aki játszadozik a külsejével, és játéknak tekinti, annak például legyen akár egy ilyen nyugalmi állapot, vagy egy olyan állapot, amikor éppen nem ezzel törődik, hanem mással. Szerintem ezek tök jó eszközök. És hát igen, tehát van, amikor az írás jeleidet is úgy rakod ki, hogy néha hangsúlyosabb, néha kevésbé hangsúlyos, néha ilyen, néha olyan. Egyébként nem vagyok borász, azért elmondom, hogy nem vagyok borász. De az vagy, mert benne van a Wikipédia oldalában. Wikipédiában minden benne van, ami nem igaz. Olyan dolgok vannak ott, hogy csuda. Igen, borászkodással soha nem foglalkoztam, sőt, séf sem vagyok. Éttermünk az volt a Hold utcában, de hát ezt a Covid elvitte. De főzős műsorban is volt. Az igen, onnan, nagyon jó főzők. Onnantól kedves sztárséf vagy, ezt így szakácskönyvem is van, ne viccelj. Hát akkor viszont megmutatod a cipődet? Ja, hogy egy kicsit mégis az extravaganciát. Hát, ne viccelj, hát ilyen cipőbe, hát nem tudom, hol lehet ilyet kapni. Hát annyi, hogy én már fölrakadtam a téli gumiaimat. Ez kétség. Idő előtt. A gatyád meg, nem tudom, ott középen olyan bolyhos. Magyar divattervező, nagyon szeretem a magyar divatot, ahol lehet propagálni, úgyhogy Nanuska és Zsigmond Dóra két fantasztikus magyar divatmárka, amikor lehet hordok magyar tervezőket külföldön is, amikor külföldre utazok, külföldi fashion week-ekre, eseményekre, mert azt gondolom, hogy ha valaki, főleg ha valaki ilyen területen dolgozik, akkor az a minimum, hogy azokat az embereket, tervezőket, csapatokat, azokat a kreatív energiákat, amikkel találkozik és dolgozik és látja a fejlődésüket, azokat képviseli. De akkor te szereted ezeket a matyó mintás, nagyon viselem a magyarságomat ruhákat is? Én a magyar divatot szerettem. Érdekes módon, amikor a Gombold Újrát csináltuk még régebben, amikor még a Budapesti Fashion Week-nek voltam a művészeti vezetője, akkor például ez egy nagyon érdekes kihívás volt minden évben egy olyan pályázatot csinálni, ahol fiatal tervezők próbálták azt megoldani, hogy hogyan lehet például ilyen tradicionális, akár népművészeti, akár iparművészeti motívumrendszereket beépíteni a kortárs divatba. Van, amikor sikerült, van, amikor nem. Van, amikor egyébként ez trend, van, amikor kívül esik a trenden, van, aki mindig ezzel dolgozik, van, aki csak így kacérkodik ezzel. És tényleg szerintem a fontosabban az, hogy ne legyen kötelező. Tehát, hogyha valaki szabadon játszhat egy ilyen motívummal, és talál benne valami olyan kapcsolódási pontot, amiből egy tök vagány, új menő dolgot tud csinálni, akkor tök jó. Ha kötelező a matyó minta, meg a zsinór, meg a huszár jelmez, meg minden, az kicsit izzadságszagú. Írtál egy könyvet, az a címe, hogy Mimi.
Mimi, bizony. Most jelent meg? Most jelent meg. És hát én még végig nem, de bele már olvastam, és azon gondolkozom, hogy le lesz-e lefóliázva. Képzeld, hogy ezen én is gondolkodom, és már a háttértársaság segítségét is kértem, mert annyira nem egyértelmű ez az úgynevezett gyerekvédelmi törvény, olyan szinten még azok se tudják, akik csinálták, akiknek be kéne tartani azt sem, elég, hogyha mondjuk nemrégiben az összes múzeumi kanosszajárásra gondolunk, hogy ott mi történt és hogy történt. Tehát én például rohadtul nem tudom, hogy én mondjuk meleg szerzőként, ha például reklámozom a könyvemet, akkor abban véteke, vagy nem, magamat le kell lefóliáznom, vagy csak a könyvet. Hát te magadat lefóliáztad, hogy bezacskóztad. Oda vihetem-e egy templomhoz 200 méteren belül, vagy nem vihetem-e? Tehát hogy ez az egészen olyan káosz ez a sztori, hogy szerintem ez inkább szégyelnivaló, és hogy a gyerekek védelmére egyáltalán nem szolgál, abba biztos vagyok. Te melegszerzőnek tartod magad? Abban az értelemben, hogy írtál és szerző vagy, tehát miért kell ez a bélyeg? Hát egyrészt azért, mert megbélyegeznek kívülről, tehát hogy az van, hogy ahogy én mondjuk 25 évig a médiában ilyen Odysseus-i jelzővel a meleg stylist voltam, miközben én egyszerűen csak éltem az életemet, és úgy éltem, hogy nem titkoltam, nem bújtam el, nem tartottam szégyelnivalónak, nem gondoltam azt, hogy a heteroszexuálisokhoz képest mondjuk a melegeknek kevesebb joguk lenne az utcán létezni, kezet fogni akár, vagy bármit csinálni, miközben a másik oldalról ezt látjuk reklámokban, videoklipekben és mindenféle felületen, hogy egy túl erotizált kultúrában élünk, és akkor mégis van egy olyan dolog, amiről meg nem szabad lenne beszélni, amit négy fal között kéne csinálni. Én ezt soha nem gondoltam, hogy ez igaz, ezért éltem az életemet, ezért lettem a meleg stylist, és akkor én azt gondoltam, hogy ha írok egy könyvet, akkor már rögtön az van, hogy de akkor, ha én írom az én nevemmel, valószínűleg mivel az én életemnek egy nagy része benne van, még akkor is, ha kicsit bújtatottam, mert a főszereplőt másképp hívják, mint engem. De hát nagyon nincs az bújtatva annak alapján, hogy oké, tehát hogy sok, de hát ott van mindig az érdekesség, tudod, hogy akkor most ebből mi történt meg, és mi nem, és hol van az, ami tényleg megtörtént, kik azok a szereplők, akik tényleg így vannak, kik azok, akik össze vannak gyúrva több emberből. Gyűrve. Hát, de ez a játék benne. Pontosan, de hogy innentől kezdve, érted, azon kell gondolkodnom, hogyha én egy ilyen történetet írok, amiben nyíltan írok, például homoszexualitásról, például transzkultúráról, egyáltalán van benne erotika, akkor az minek számít? Az már egy ilyen bújtatni való, fóliázni való, szégyelni való ocsmányság, ahogy ezt mondjuk például az interneten sokan gondolják. Öncélú szexualitás, ugye benne van a törvényben. De mi az, hogy öncélú? Látod? Tehát mi az, hogy öncélú? Ráadásul érted? Szerinted mi? Én szerintem nincsen egy öncélú szexualitás, szexualitás van. És azt meg lehet fogalmazni pornográf módon, meg lehet fogalmazni erotikus művészet módon, meg lehet fogalmazni tárgyilagosan, tudományosan. A pornográfia. És vajon hol van igazából a határvonal mondjuk az erotikus művészet és a pornográfia között? Tehát ez is egy olyan esztétikai kérdés, amit nagyon sokféle irányból lehet boncolgatni, és szerintem pont az lenne a jó, ha sok irányból boncolgatnák, nem pedig hatalmi szóval húznának ilyen teljesen szürreális határokat például, hatalmi szóval, politikai érdekből meghatároznának ilyen dolgokban direktívákat. Szerintem az a kultúrának a lényege, hogy beszélgetni lehessen témákról, el lehessen mondani nézőpontokat, akár az enyémmel ellentéteset is, amivel én very welcome vagyok, de hogy ne az legyen, hogy akkor már pedig ez innentől idáig ez, onnantól idáig ez, és még azt se tudjuk, akik a törvényeket hoztuk, hogy mit is akartunk ebben igazából. Hát igazából nyilván felmutatni azt, hogy mi ellenállunk, mi harcolunk, mi küzdünk. Ellenséget kellett, igen, tehát ellenségképet kell kreálni azért, hogy azokat az embereket, akiket meg akarnak védeni, és meg akarják mutatni, hogy őket meg kell védeni, azokra rá lehessen ezt erőltetni titeket, már pedig most megvédünk. Na, ettől. De te nem félsz attól, hogy a Mimi terjesztési korlátokba ütközik emiatt? Könnyen lehet. Azt hallottam, hogy már a Libribe ki van rakva valahol vidéken, úgyhogy az egy érdekes dolog, majd megnézem, majd csekkolom, hogy itt boltokban van-e. Biztos, hogy lehet, de hát most én ebben mit csináljak, érted? Én belőlem kijött egy történet olyan stílusban, amilyenben kijött, olyan szabadszájúan, olyan önreflexíven, olyan szomorúan, vidáman, amilyen az én életem, érted? Kijött belőlem egy történet, az, hogy most ezt ki hogyan értékeli, ez az olvasónak a feladata. Az, hogy a hatalom ezt értékeli-e, kontrollálja-e, cenzurázza-e és a többi, az meg az országunknak egy valamilyen helyzete. Téged ért hátránya miatt, hogy vállaltad a melegségedet? Tehát volt olyan helyzet az életed, most nem a beszólások vagy a megjegyzések szintjén, hanem mondjuk tudtad azt, hogy igen, emiatt történik velem valami. Hát figyelj, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy gyakorlatilag az állami médiából abóvó ki vagyok tiltva,
a szakmámmal kapcsolatban is, azt szerintem nevezhetjük hátránynak. De azt gondolom, hogy jelen pillanatban Magyarországon csendes melegnek lenni az elfogadott, hogyha valaki vállalja, beszél is ezért, föl is szólal, elmondja azt, hogy mit tart gáznak igazságtalan, onnantól kezdve tiltólistás lesz. De nem csak a melegek, tehát hogy mondhatnám a Nagy Ervin barátomat, mondhatnám a Grillusz Dorkát, akit most legutoljára egy ilyen undorító cikkben megpróbáltak így legyalázni, mondjuk az Origón, tehát hogy olyan, tehát van egy ilyen kultúra ebben az országban, hogyha valaki egy bizonyos határt átlép, akkor onnantól kezdve meg akarják semmisíteni. Ezzel te harcoltál valaha? Én nem vagyok egy harcos típus. Vagy tudomásul veszed, hogy ez van és kész. Én nem vagyok egy harcos típus, én azt gondolom, hogy a Madonna koncerten voltam most Lisszabonban, aki számomra minden furcsa visszás dolgával most is az én gyerekkoromnak az ikonja, és szerintem egyébként egy olyan 40 éve működő művész, aki elfogadásért, melegekért, ésszel kapcsolatos társadalmi szerepvállalás, nők szerepéért szerintem rendkívül sokat tett az elmúlt 40 évben. Lehet, hogy most egy picit megbolondult, és lehet, hogy most kezd... Kicsit furcsa kezd kinézni, okay, a méltóságos asszony. Egyébként pont megvan rá minden joga és lehetősége, hogy azt csináljon magával, meg a testével, amit akar, és ezen lehet nevetni, lehet szánakozni, lehet sajnálni, lehet vele menni, de az, amit ő az elmúlt 40 évben megtett, az biztos, hogy egy nagyon fontos dolog, és ő azt írta ki a koncertje végére, a Letvarra, hogy no fear, ne félj. Én szerintem ez a legfontosabb, tehát nem ez a kérdés, hogy harcolunk, nem harcolunk, ki milyen stílusban mondja el a véleményét, mondja el azt, ami neki piszkálja a csőrét, hanem az, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy senki ne félelemből cselekedjen, hanem azért, mert azt gondolja, hogy az úgy helyes. De hát ő is fél, ő is küzd. Nézd meg az öregedés ellen, hogy küzd. Miközben lehetne szépen megöregedni egy ekkora sztárnak, és azt mondani, hogy láss csak. De mi az, hogy szépen megöregedés? Hát úgy, ez egy olyan társadalmi tabu. Úgyhogy az ő arca az egy szép arc volt, egy elfogadott arc volt. Igen. Azzal lehetne együtt menni, ehhez képest már egy teljesen másik arcot mutat, mert küzd. Egyrészt azt mondom neked az első kérdésedre, hogy persze, hogy mindannyian félünk valamitől, hiszen emberek vagyunk, és nem a megvilágosodott Buddha. Tehát az, amikor azt írjuk ki a plakátra, hogy ne félj, az egyrészt saját magunknak is egy üzenet, meg azoknak is, akik hallgatnak ránk, és lehet, hogy nem feltétlenül tudjuk az életünk minden aspektusában azt megtenni, amiről egyébként beszélünk, mert ugyanolyan esendő emberek vagyunk mi is, és lehet, hogy igen, neki az a mumusa, az a démona, hogy ő egy popstár, aki popstárként nem teheti meg, hogy megöregedik, mert a Barbara Streisand jazz énekesként megteheti, meg az XYZ Tina Turner megtehette, de ők rockstárok volt, tehát tök más a műfaj, de egy tiniknek szóló műfaj, vagy egy ilyen fiatal kultúrának szóló műfaj, ami a popzene, az valahogy nem fogadja, hogy valaki megöregedjen. És lehet, hogy neki ez a démona, vagy ez a nagy kihívása az életének, hogy ebben mit kezd, és azt mondta, hogy na, akkor esznek, nem mutatom, tehát hogy esznek te gyerekek, én most akkor is azt sem, amit akarok, és lehet, hogy ebben benne vannak a saját félelmei, a haláltól, az öregedéstől, bármitől a félelem, de ő ezt valahogy így tudja megoldani. Egyébként maximálisan megvan az autonómiája, lehet is erről bárkinek véleménye. Tehát én nem azt mondom, hogy mindenki szeresse a Madonnát. Lehet őt torznak tartani, lehet őt vagánynak tartani, bárminek lehet tartani, de az, hogy neki ehhez megvan a joga, szerintem ezt nem szabad elvitatni. Neked milyen félelmeid vannak? Ó, hát nekem nagyon sok félelmem van, és ez a könyvben nagyon szépen ki is van bontva, én nekem ez egy nagy terápiás. Kiírtad magadból? Igen, képzeld el, hogy és tudod, milyen fura, hogy miközben írtam, nekem ez egy ilyen óriási kaland volt, meg egy ilyen felszabadulás, felszabadító folyamat, hiszen évtizedes adott esetben dolgokat írtam ki magamból, és aztán elsőként egyébként a Kulka János olvasta el, neki küldtem először a Janninak, és nagyon szépeket írt róla, és aztán a Ladányi Andrea barátnőm, szóval így most... Ti még dolgoztok együtt a Ladányban? Persze. És ugye én úgy fogtam ezt az egészet föl, mint egy ilyen úristen, egy ilyen felszabadulás, és aztán közben egy csomóan meg azt mondják, hogy úristen, ez milyen fájdalmas, ebben milyen szomorú részek vannak, miközben egy nagy eufórikus buli az egész, és egyébként valahogy ilyen az én életem is, tehát egy csomó pozitív, nagy energia, kisülések, vidámság, és a mélyén egy csomó trauma meg fájdalom, amikkel az ember miután tudatosítja, hogy van, elkezd vele dolgozni, és akkor... ennyire vagy annyira sikerül, egyszer egyet előre lép, után kettőt hátra, aztán megint előre, és aztán jó esetben halad valami felé. Pszichológusok szokták mondani olyanoknak, akiknek érdemes mondani, hogy írd meg, írd ki magadból. Ez egy nagy... Te is kaptál ilyen tanácsot? Abszolút. Egyébként pont a drága pszichiáter professzoromtól,
És, van neked saját pszichiáter professzorod? Én járok, igen, terápiát, többféle terápiára is jártam. Legutóbb, amit elkezdtem, ez néhány éve egy olyan jungiánus pszichoanalitikus az, akivel nagyon jó együtt tudunk mozogni, néha szorosabban, néha kicsit lazábban, és ő például abszolút kapacitált arra, hogy írjam, és sokáig írjam le, amit akarok, és sokáig ezt nem kezdtem el, és aztán hála Istennek jött a Halmos Ádámtól ez a felkérés, hogy akkor írnék-e valamit, és mondta, és akkor így nagy levegőt tettem, és azt mondtam, hogy oké, styling könyvet írtam el, szakácskönyvet írtam el, akkor írnék valami fikciót, és akkor erre így ráharaptak, na akkor nagyon betoltam, hogy na akkor most ezt el kell kezdeni megcsinálni. És nagyon nehéz volt az első mondat, gondolom ez mindenkinek nehéz, aki elkezd írni, az első oldal, és aztán egyszer csak így elkezdett elkapni a gépszi, és ilyen meglepően, hát valószínűleg ez készül már bennem azért évtizedek óta, meg a történetek, meg az ilyen különálló dolgok azért megvoltak már bennem, csak ez most így egyszerre egy ilyen történeté összeállt. Ami hát számomra nagyon izgalmas volt, úgyhogy gondolkodom is már következőn, mert közben meg tök jó írni. És azt is érzed, ami ennek a célja? Hát minden ilyen terápiának az a célja, hogy jobb legyen tőle, hogy neked most jobb attól, hogy megírtad ezt a könyvet? Abszolút. És tudod miért? Mert például ugye az emberben mindig van egy ilyen nagy megfelelési kényszer, főleg ha médiában dolgozol, elég jó vagy-e, meddig vagy még itt a közéletben, öregszel-e, mint a Madonna, vagy jönnek-e mögötted a fiatalok? Megváltozott az arcod, akartam mondani. Igen? Igen? Szóval ez folyamatosan benned van, és amikor elkezdtem írni, akkor is ez volt, hogy úristen, ki fogja ezt olvasni, meg, és az például egy tök nagy felszabadító terápiás dolog volt, amikor egyszer csak megértettem, hogy ezt magamnak írom. Tehát, hogy ez az én sztorim, ez az én történetem, még akkor is egy fikciós történet, ezt azért írom, hogy magamból kiírjak egy dolgot, és aztán majd annak fog tetszeni, akinek tetszenie kell. És ez például egy tök fontos dolog, mert én gyerekkoromban egész sokáig azzal voltam elfoglalva, hogy mindenkinek a szeretetét, meg az elfogadását magamévá, vagy magaminak tudhassam, valószínűleg azért, mert egy ilyen, ugye tinédzserként, egy ilyen kövér, meleg, lányos kisfiúként elkezdeni növögetni, és kapni a pofonokat, a bántásokat, a többit, az így lehet, hogy kifejleszti az emberben azt, hogy akkor mindenkitől begyűjtse a szeretetet, és ez nekem egy hosszú idő volt, amíg rájöttem, hogy ez nem kell, és ez nem fontos, és az embernek önazonosnak kell lennie, saját magához kell hűnek lenni, és akkor jönnek azok az emberek, akik erre reagálnak, akik erre rímelnek, akik ebben együtt tudnak lenni, és akkor azokkal van neked dolgod az életben. Ugyanakkor ez persze két fal is, ami között mész, mert hogy az elutasítás is ott van, és az is jön innen, onnan, amonnan. Igen, azt de... a csatornát kell megtalálni, ahol azokkal tudsz együtt menni, hát igen, akik igen, kísérnek igen. Ezen az úton. Igen, hát ez a lényeg, tehát hogy nem azoknak kell a jó indulatot keresni, akik amúgy is arra, amit te csinálsz, vagy amilyen te vagy, elutasítólag reagálni. De hamarabb tudtad gyerekkorodban, hogy meleg vagy, hogy más vagy, mint ahogy mondták, vagy pont fordítva, tehát annyit kaptál, hogy előbb-utóbb szembe kellett nézni vele. Nem, az volt velem, és számomra ez volt a nagyon érdekes út most ebben a könyvben is, hogy én nekem mióta az eszemet tudom, nekem van egy nagyon erős női identitásom valamennyire a lelkemben. Tehát az, hogy tehát 3 éves koromban én mennyasszonynak öltöztem az oviban, magadtól, vagy ez volt a szerep, amit rád osztottak? Nem, ezt én találtam ki, én varrattam meg a jelmezt, én kierőszakoltam az anyámtól. Három évesen, és egy ilyen zöld pedálos moszkvicson volt, emlékszem, és azelőtt ilyen, van egy családi fotó, bennem is van a könyvben, óriási büszkeséggel itt állok, mint Isadora Duncan, érted, egy ilyen fátyollal, és én elhiszem, hogy én vagyok a mennyasszony, és aztán utána ez nem maradt, tehát nem úgy volt, hogy egyszer ezt akartam, és aztán soha többet nem akartam, hanem a következő csoportban én voltam a Bakkarának az énekes nője, aztán az Abbának az énekes nője, aztán a Boniemnek, aztán utána a 5. osztályban, ami már azért egy kicsit nagyobb, akkor megcsináltam a Csepregi Évától egy számot, úgy 1985-ben, amikor azért gondoltad, hogy egy ilyen szocialista Martos Flóra úttörő csapatnak a farsangi ünnepségén mondjuk az egész iskola előtt Csepregi Évát adni, egy kék miniruhában, meg egy ilyen szőke hajjal, azért az elég ütős volt. De ott neked sikered volt, vagy kiröhögtek? Képzeld el, hogy ott tök nagy sikerem volt, pedig óriási lebőgés volt, mert rossz kazettát vittem el,
magammal, és azt a számot, amit megtanultam a nyárban alig fürdőruhában, ahelyett megszólalt a Monte Carlo című szám, képzeld, amikor fogalmam nem volt a szövegéről, és akkor ott hirtelen ott pánikroham le, és aztán előadtam valamit, és tökre bírták, de hát aztán utána megjött a heccelés, tudod, a tornaöltözőbe, hogy na, mi van, csepike, és akkor jött az, amiben meg a szégyenítés, az a dolog, hogy akkor most óriási bátorsággal ezt megcsináltad, valami vitt azért, hogy neked ezt kell csinálni az iskolai falsakon, siker, és aztán utána jön rögtön a heccelés, meg a szégyenítés. Tehát, hogy ebben csak azt akarom mondani, nekem ez az egész női karakter, az, hogy én női karakterekkel tudok azonosulni sokszor, nem véletlenül dolgozom nőkkel, és nem véletlenül lett a styling szakmámban, és nem férfi ruha tanácsadó lettem főleg, azt is csinálom, de ezért alapvetően a műsoraim, a tévéműsoraim, amit megtaláltak, a szakmámnak a nagy része az, hogy női lelkekre... Hát a Megasztárban, meg ezekben a produkciókban... Oké, tévéműsorokban mindenkit kellett, de az én szalonomban, meg azért általában az én átalakítós műsoraimban, tudod, amikor ilyen nehéz sorsú hölgyeknek segítettünk, azoknak a nagy része hölgy volt, és máig is azért nekem a közönségem, a vendégeimnek a nagy része azért hölgy. Jobban érzed azt, hogy... Sokkal jobban rezonálunk egymással, mert az enyémben is több van, és amikor arról beszélünk, hogy non-bináris, meg arról, ami tudod, ilyen mostani ilyen démonizált szavak, meg transz, meg nem tudom micsoda, akkor az a fura, hogy én ez gyerekkorom óta egészen pontosan tudom, hogy soha nem akartam az én a saját testemet átalakítani, soha nem gondoltam nem átalakító műtétekre, meg semmilyenre, de az, hogy bennem egy nagy adag női energia van, amit ugye nagyon okos emberek, mint a Carl Jung megfogalmazott, hogy anima és animus, tehát hogy mindegyikünkben megvan az ellenkező nemnek is a töltete, és hogyha elfojtjuk, akkor az rossz dolgokhoz vezet, ha megpróbálunk vele együtt élni, és ápolni ezt a dolgot, akkor ez meg egy kiteljesedettebb léthez, csak ugye a társadalmunk, a kultúránk nem segít ahhoz, hogy a nagyon begyöpösödő sztereotíp nemi szerepekből megpróbáljunk arrébb lépni, vagy elfogadjuk azt, ha mi nem olyanok vagyunk, elfogadjuk a másikon azt, ha ő nem pont olyan, mint ahogy a cowboy filmekben, meg a Barbie babáknál látjuk. Tehát, hogy és ez az egész vita, meg ez az egész őrület, ami mostanában e körül van, szerintem azért nagyon fura, mert hogy közben tényleg nagyon sok emberben ez nem A, meg B, meg fehér, vagy fekete, hanem mozog valamilyen tartományban, akár még az életében is változhat, és ha ezt nem ilyen háborúskodással kezelnénk, hanem egyszerűen így hagynánk, hogy az emberek éljenek úgy, ahogy szeretnének, ahogy érzik, és tényleg élhetnének úgy, mert ezért nem érni őket retorzió, nem érni őket kiközösítés, bántalmazás, akármi, akkor szerintem egy sokkal teljesebb dologban tudnánk élni. Könnyebb külföldön melegnek lenni, mint ma nálunk? De hát elrotta a világot, tehát vannak képeid arról, hogy persze, különböző közösségek. Meg ott is változik, érted? Tehát hogy most elmész egy ilyen trumpista Egyesült Államok beli, nem tudom én, államba, ahol éppen egy kicsit most vágják a drag queeneket, vagy amit ugye itthon is szeretünk átvenni, ezeket a mondásokat, amik onnan jönnek, vagy mondjuk egy ilyen kicsit ilyen texasi, vagy ilyen zártabb államban, biztos, hogy nehéz melegnek lenni. Valószínűleg Los Angelesben könnyebb, Madridban is könnyű volt, például a 90-es évek közepén abszolút, és pont most ugye visszamentem a könyv megjelenése előtt forgatni egy videót azokról az emberekről, akikkel én régen ott találkoztam, vagy együtt dolgoztam drag queenként, mert ugye én drag queen voltam, erről szól ez az egész könyv is, akiből ugye kevesebb kéne, és inkább több Chuck Norrisból, ahogy ezt hallottuk, de hogy... Azért ezek nyomot hagynak a lelkedben. Hát minden, figyelj, hát amikor téged ilyen mondatok érnek, és azt gondolják, hogy amit te vagy, amit te teljes mellszélességgel válasz, mert az te magad vagy, az rossz, elítélendő, stb. Büntetendő akár, vagy nem tudom mi, akkor persze, hogy ezek nyomot hagynak az ember lelkével. Hát miért ne hagynának? Hát az is nyomot hagy, amikor gyerekkorodban utána kiabálják, hogy muzé. És az lehet, hogy utána megerősödsz és hozzászoksz, de azért bármikor az utcán egy ilyet hallasz, azért ökörbe szorul a gyomrod. Nem, soha nem szoksz hozzá ehhez. Ez nem lehet hozzászokni, meg lehet tanulni, elviselni, élni vele, stb. De alapvetően az a belső hang, ami arról szól, hogy téged azért, amilyen vagy, megszólnak, vagy leszólnak, az mindenkiben él, és ezt az összes meleg tudja. És persze erre lehet úgy, tudod, ez is érdekes, hogy erre lehet úgy reagálni, hogy megpróbálsz minél jobban belesimulni
a környezet. Nagyon sok olyan meleg van, aki megpróbál minél jobban belesimulni a környezetben, minél jobban azt. Ki még magának várni, sem vallja be. Hát vagy bevallja, csak azt várni, hogy hogy a többségi társadalom valahogy így megsimogassa a fejét, és azt mondja, hogy jó van, te is ember vagy, csak azért mégis a négy fal között, meg így, meg úgy, tehát hogy elfogadunk, nem fogadunk el, de úgy teszünk, mintha elfogadnánk. És vannak olyanok, amin én is vagyok, hogy én meg alapvetően egy extrovertált személyiség vagyok. Én azt mondom, hogy én nem szeretem, de engem nem az érdekel, hogy megtűrjön a társadalom nagyobbik fele, hanem azt gondolom, hogy egy olyan országban szeretnék élni, ahol alapérték az, hogy az emberek egymás mellett élnek, nem feltétlenül érzik egymáshoz közel magukat mindenben, de elfogadják azt, hogy van ilyen is, olyan is, meg amolyan is. Még egy utolsó kérdés ebben a témakörben, aztán ezt én elengedném, de szerintem sokak számára egy nagyon nehéz kérdés az életében, hogy mikor néz ezzel úgy szembe, hogy ezt vállalja is nyilvánosan. Neked volt egy olyan esemény, egy pillanat, egy történés, ami téged arra lökött, hogy akkor ezt innentől kezdve teljesen egyértelműen vállalom a környezetem előtt, hogy én igen, meleg vagyok. Hát ez egy érdekes kérdés volt ez, amikor én kimentem Madridba 19 évesen, akkor nekem az apámmal volt egy ilyen nagy coming out-om a kifele, a reptér felé, ami már így ért egy csomó ideje, de így akkor valahogy így összesűrűsödött az életünk egy ilyen közös pontba, és akkor ő így erre rákérdezett, gondolom, féltett, hogy most akkor hova megyek, miért tűnök el 12 éves koromban egy idegen országba, és a többi, és akkor ez, ami így ment, ami így halmozódott benne évek óta, meg így próbálta kiugrasztani a nyulat a bokorba, ezt ott föltette ezt a kérdést, és akkor mivel ott muszáj volt erre, mert nem akartam én ott már hazudni, meg nem akartam neki semmi olyat mondani, hogy akkor most hímezni, hát azt mondtam, hogy igen, és akkor onnantól kezdve ez egy ilyen nagy megkönnyebbülés volt, és onnantól kezdve szépen a környezetemnek is ezt fokozatosan el tudtam mondani, és amikor én például bekerültem a médiába, akkor nekem ez már nem volt kérdés, hogy én úgy viselkedem, amilyen vagyok. Nem úgy jöttem a televízióba, de nem úgy jöttem a Megasztárba, hogy én vagyok a meleg lakatos márk, hanem én úgy viselkedtem, ahogy viselkedtem, és akkor egyből meg is kaptam a pecsétet, tudod, a fejemre az első pillanatban. Tehát ez megint olyan, hogy kívülről nyomják ezt a dolgot rád, egyszerűen azért, mert olyan vagy, amilyen vagy. Te egy harcos típus vagy, mondod, hogy nem küzdesz, de közben meg, de hát de. Tehát a Bayer Zsoltoktól kezdve nagyon sok Kembe Szorelig, nagyon sok olyan konfliktusod volt, ami részben erről is szólt, részben meg nyilván másról is, politikáról, közéletről, mindenféléről. Hát figyelj, az van, hogy én igazából miért kéne, hogy befogjam a pofámat? Tehát, hogyha nekem van valamiről egy véleményem, vagy érzek valamiről valamit, akkor azért van egy, tehát a social media csatornákat azért találták ki, hogy az ember megnyilatkozzon olyan történetekben, amilyennekben azt gondolja, hogy fontos. Van, aki nem ezt gondolja, van, aki azt gondolja, hogy egy ilyen maszkot, állarcot, rózsaszín ködöt kell képviselnie, mutatnia az embereknek az ő social media oldalain. Miért? Azért, mert nagyon sokan ezt reklám tevékenységre használják csak, én is használom reklámtevékenységre, de én emellett a saját gondolataimat, érzelmeimet és bármit akarom megmutatni úgy, amilyenek, meg azokban a témákban, amik engem érdekelnek. Van, aki azért, hogy megfelelő mennyiségű reklámszerződése legyen, ezért egy kreál egy ilyen personát magából, és nem érint témákat, nem érint ezt, nem érint ez, lehet, hogy nem is olyan a személyisége is, amúgy sem érintene, de hogy egy ilyen is van. Én pedig azt gondoltam, hogy főleg ez a TikTok, ami egy ilyen új felület volt, és ami amúgy is egy ilyen sokkal szabadabb dolognak tűnt, még akkor is, hogyha a kínaiak kezelik. Ki tudja, hogy mit csinálnak ott. Na minden esetre én azt gondoltam, hogy egyébként meg, ha van valamiről véleményem, akkor miért nem mondanám el, érted? Tehát, hogy ez is egy olyan álságos dolog, tudod, néha jönnek ezek a kommentelő trollok, hogy de most ki kíváncsi arra, hogy most akkor kinek mi a véleménye, és miért kell ezt elmondani? Te nem azt nézed, vagy nem azért nézed a TikTokot, hogy embereknek a reakcióit, véleményét le? Miért kell mondjuk egy Azária botrányba, vagy nem tudom miben beleállni? Miért kell ezt neked kommentelni? Hát azért, mert érdekel, mert van róla véleményem, ugye? Tehát és van Azária botránya? Volt. Volt, igen, ja, te tudod, volt. A híres. Igen. És az a bizonyos WC mögött. Igen. Érted? Tehát, hogy a közélet, meg a bulvár, vagy bármi, ez pont arról szól, hogy vannak figurák, azoknak vannak történetei, és azokat a történeteket egyrészt az emberek olvassák, nézik a lapokban, és a social médiából pedig más embereknek a véleményeit is nézik, hallgatják. Mondd, apád mitől féltett jobban? Attól, hogy meleg vagy, vagy attól, hogy belekeveredsz ebbe a média világba? Azt még nem tudta akkor. Tehát hát később kiderült.
Hát látszott, azért visszajöttél, és elég gyorsan ott voltál. Ja, hát igen, hogy attól féltett-e? Melyik volt a fenyegető? Nem, ő attól féltett, hogy nem lesz belőlem semmi, mert azért én egy elég hát ilyen radikális gyerek voltam, tehát mindent fordítva csináltam. Ugye nem vettek fel a színművészetire, ezért elmentem a jogra, mert az ilyen tök egyszerűen oda fölvettek maximum pontszámmal, mert nagyon jó tanuló voltam, de nem akartam járni, akkor elmentem Madridba idegenforgalmat tanulni, miközben ugye a madridi éjszakában drag queen voltam, 40 centis platformokon, meg óriási parókából 2 évig, és akkor hazajöttem, és akkor volt azért egy ilyen elég nehéz időszakom, óriási bulik, óriási parti, mindenféle olyan dolgok, amiket nem lenne szabad csinálni, erről is szépen a könyvben van egy csomó dolog írva. Ez a kábítószer, amiről például, lesz? igen, és akkor tudod, az volt, hogy meg nagyon féltett, hogy a jogot nem végzem el, mi lesz velem, elkallódom, én meg közben, érted, egy utazási irodát csináltam. De hogy lettél filmtörténész például? Úgy, hogy miután elkezdtem stylistként már dolgozni, az idegenforgalomból hirtelen átnyergeltem, mert a Nagy Ervin barátom, akivel 10 éves korunkat a barátok voltunk, megkért egy filmbe, hogy segítsek egy dílernek a jelmezét megcsinálni, mert azok bundát hordanak, és akkor még én hordtam bundát, és akkor adtam neki egyet, és akkor hirtelen megismerkedtem a Grillus Dorkával, ő elhívott egy fotózást, tehát tök véletlenül bekerültem ebbe a divatiparba, és akkor azt mondtam, hogy jó, mivel nem végeztem el még egy egyetemet sem, pedig azért nem tartottam magam hülyének, akkor tanuljunk valamit, és a drága Anikó barátnőm, akivel szintén gyerekkorunk óta barátok vagyunk, azt mondta, hogy figyelj, menjünk le Pécsre filmesztétikát tanulni, mert ő akkor szült, és úgy unatkozott a gyerekkel, meg minden, és mondta, hogy tanuljunk, és mondom, tök jó, tanuljunk filmesztétikát, és akkor elvégeztük a filmesztétikát, és akkor nekem így lett igazából bölcsész diplomám. Amit sose használtál semmire, de ez egy másik kérdés. Viszont stylistnak meg nem tanultál. Nem. Honnan tudod, amit ott tudni kell? Ugye a Viva TV-nél kezdtem, igen, meg Zob Katinál. 20 éveseket öltöztettél furcsára. Tehát ilyen nagyon színesre, nagyon valami. Hát mert hogy a Viva meg a zenei TV, igen, az ugye erről szólt, elég, hogyha mondjuk emlékszel az MTV-nek azokra az egészen kreatív viseire, tehát ugye a zene TV az pont erről szólt, hogy nagyon színes, nagyon fura fiatalok, mint ahogy most is általában a partizó fiatalok, azok színesek és furák, akik elég szabadok, akik nem ugyanabban az egyenruhában járnak. Tehát ott azt kellett csinálni, de közben érted, párhuzamosan a Zob Katinak voltam, a Zob Kati divatháznak az állandó stylistja, ahol meg ugye az akkori top elitnek a ruhatárát készítette a Kati, és az ő bemutatóiba segítkeztem. De azt kitalálta ki, hogy ezt te értesz? Hát képzeld el, hogy ez nagyon érdekes volt, mert a Zob Kati meglátott engem egy fotózáson, a Hernádi Juditot fotóztuk, és annyi volt, hogy a Katitól válogattunk a Juditnak ruháit, és ott beszélgettünk egy fél órát, és azt mondta Kati, hogy nekem ez a fiú kell. Mert valamit meglátott bennem, mint ahogy a, nem tudom, XY, a Csényi Kati is meglátott bennem valamit, és azt mondta, hogy legyek a Megasztárnak a sztájlisztja. Tehát van valami fajta olyan érzékem, ami egy megosztó érzék, mert én az öltözködést, a ruházkodási jeleket mindig is sokkal többnek tartottam, mint azt, hogy csinos-e valami vagy sem. Tehát én sokkal inkább jelmeztervező szemmel karakterekben hiszek, és a karakterépítésben hiszek, és szerintem az az egyik, de nem a legfontosabb dolog, hogy most csinosak vagyunk-e egy ruhában, ezerféle dolgot lehet a ruhával üzenni, szavak nélkül beszélni arról, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk, okosak, erősek, szexik, intelligensek, félénkek, bátrak, agresszívek, nem tudom mi, tehát ezerféle jel van, amit a ruhánk elmond, és engem mindig is ez érdekelt, ráadásul engem az esztétikában is, ha már itt tartunk, sokkal inkább érdekel az, hogy hol vannak az úgynevezett jó ízlésnek a határai, mert én azt egy hatalmi elvű, a polgári, nem tudom én, kicsit megcsontosodott értékrendszernek a hatalmi elvű dolgának tartom. Hogy tehát, ha jól értem, te fölfelé tolod a jó ízlés határát. Persze, tehát én azt gondolom, hogy a jó ízlés az mindig egy hatalmi elitnek a kódrendszere arra, hogy mit illik és hogyan illik cselekedni. Egyébként pont innen származik valahol a 17. századi angol filozófiában kezdtek el erről először értekezni, hogy mit illik és mit nem illik és hogy illik, hogy nem illik, és ebből alakult ki aztán a jó ízlésnek a kategóriája. Én sokkal inkább Umberto Eco-val vagyok, aki megírta a rúdság történetét, meg a szépség történetét, mert mind a kettő ugyanannyira érvényes. Jó, de Eco viszont egy ilyen dobozból kiszállt figura, tehát ő mindig elegáns. Oké, de közben azt mondja, hogy a gicsnek, meg a közönségességnek, az obszcenitásnak, és az emberi kultúrában és az esztétikában ugyanolyan fontos szerepe van, mint a harmóniának, az aranymetszésnek, és a, nem tudom én, az apollói esztétikának, a dionüszoszi esztétika ugyanolyan fontos mellette. Ha én elmegyek hozzá, hogy csinálj belőlem valamit, belőlem csinálsz valamit, vagy
te vetíted ki rám azt, amit gondolsz. Képzeld el, hogy én azt gondolom, hogy az a jó stylist, aki nem a saját autogramját akarja a kliensére rátenni. Azok a divattervezők. A divattervezők állandóan megvannak attól őrülve, hogy az ő fejükben létrejövő illúzió. A kifutókon. De nem csak a kifutókon, tehát alapvetően egy tervezőnek az ő saját egója sokkal fontosabb általában, és amikor valaki öltöztet, akkor is az ő dolgát szeretné ráadni. Egy stylist azt gondolom, hogy alapvetően akkor dolgozik jól, ha empatikus, és hogyha annak az embernek akar segíteni a létezésében, aki hozzá fordul, érted? Tehát hogy ezt mondom mindig, tehát azért, mert én mondjuk egy extrém jelenség vagyok, és egyik héten kék a hajam, másik héten meg kopasz, egyszer szoknyát hordok, egyszer meg magas sarkú cipőt, egyszer meg öltönyt, az nem azt jelenti, hogyha te mondjuk eljössz hozzám azzal, hogy te egy business dresscode-ban szeretnél elegánsan kinézni a tévéműsorodban, akkor ha jó stylist vagy, akkor te rá tudsz hangolódni arra az emberre, és el tudod neki mondani azt, hogy egyrészt mi áll jól neki, másrészt ki tudod belőle szedni azt, hogy mit szeretne, mire van szüksége, és abból tudtok egy olyan dolgot gyúrni, ami neki jó. Tehát másodlagos az, hogy én például el tudnám-e képzelni azt, hogy legyen még egy kis mintás díszsebkendő a mellén zsebedbe, mert ha nincs és neked nincs rá szükséged, akkor én attól nem fogom kevesebbnek érezni a munkánk gyümölcsét, mert én szeretem a mintás zsebkendőt, de nem tettem bele a mellén zsebedbe. Milyen én szeretem, ha itt van mintás zsebkendő, de nem hiányzik. Tehát, hogyha van, az jó, de ha nincs, akkor... Ennyi. Van, akinek meg ez tök fontos, ha hozzáad a karakteréhez. Azt akarom kérdezni ezzel, hogy ha nekem ez annyira nem fontos, de érdekel, akkor mit tudsz rajtam segíteni? Hát először is ugye mindig az a legfontosabb ebben a munkában, hogy az embernek föl kell mérnie, és ezt egyébként minden ilyen gardrób frissítésnél, meg shoppingnál megbeszéljük, fel kell mérnie a saját életstílusát. Ugye ezt hívják ezekben a szak terminológiában lifestyle analízisnek. Tehát egyszerűen meg kell nézned azt, hogy neked mire kellenek a ruhák. Nyilván, ha nem golfozok, golfruhákat ne tervez nekem a... Meg tudod, mi az érdekes? Kezdve, de hogy én nagyon sokat csinálok ilyen vállalati coachingot például biztosítóknak, és ugye az ember hogy képzeli el a biztosítási alkuszt, ugye, mint az ügynök halálában, öltő, nyakkendő, aktatáska, de kezded el, hogy én nagyon sok olyan biztosítási alkusszal beszéltem, aki mezőgazdasági területen dolgozott, tehát farmereket, tanyán gazdálkodó embereket látogatott meg. Mi az ő munkaruhája? Valószínűleg nem a Double Monk bőrtalpú elegáns cipőöltönye, mert akkor leszáll a gazda gumicsizmában a traktorra, és kiröhögi, hogy mit akar itt ez a majom. Iperkőz, hát hogyne. Hanem az ő saját biznisz öltözékét hozzá kell alakítani a munkájához, a helyzetéhez, és ugyanez van mindenkinek a ruhatárával. Tehát ugye mindig azt szokták nekem mondani a hölgyek, amikor eljönnek, hogy ott áll az a ruha a szekrényemben 2 éve, a címke még rajta, és még soha nem vettem föl, mert azt gondoltam, hogy majd eljön az alkalom, de ha évekig nem jön el az alkalom, akkor te nem azt az alkalmat éled, nem az az életed, tehát a gardróbodban tök felesleges, hogy az a ruha benne legyen. A gardróbodban csak az a ruha legyen benne, amit ha fölveszel, akkor örömet okoz, és ha bármelyik reggel kiveszed, van kedved fölvenni, és még meg is dicsérnek érte. Minden más, amiben már nem férsz bele, amit kihíztál, kinőttél, stb., az nem szabad, hogy benne legyen a ruhatárban, mert teljesen felesleges, és csak frusztrál. Viszont a divat múlása a ruhatárat mennyire befolyásolja? Tehát egy látszólag divatja múlt darabbal te tudsz valamit kezdeni? Hát egyrészt az a kérdés, hogy valaki divatos szeretne lenni, vagy stílusos. Ugye ez két külön dolog. Ezt Coco Chanel mondta nagyon szépen, hogy a divat változik, a stílus az örök, és ez nagyon igaz, ugye? Tehát, hogy az öltözködés, mivel ez egy jelrendszer, hogyha én egyszerűen csak a saját adottságaimat, személyiségemet szeretném kifejezni a ruhatárammal, az egy sokkal időtlenebb és időt állóbb dolog, mint az, hogyha folyamatosan a divat trendeket követem. Ugye ez beállítódás. Ki az, aki a trendekkel akar menni, mert azt gondolja, hogy akkor nem marad le az életről, ha mindig a legutolsó divat szerint öltözik, vagy ki az, aki egyszerűen csak meg szeretné mutatni színekben, anyagokban, formákban azt, hogy ő milyen ember. Ugye? Akkor nem nagyon fog az idő például olyan darabokon, amik minőségiek jók, ugye ráadásul ez fenntartható most, amikor Vivienne Westwood azt mondta nemrégiben, aki meghalt, az örök punk divattervezőnő, hogy vásárolj keveset, válasz jobban, és utána használd tovább. Ez ezt jelenti, hogy ha jól választasz, jó minőségűt, és megfelelő módon kezeled, akkor egy 20 évvel, 30 évvel ezelőtti ruhadarabod is lehet tökéletes, mert jól érzed magad benne, ha még bele is férsz, mert az alakod nem változott, akkor tökéletesen megmutatja, hogy te ki vagy. Mindegy, hogy miniszterelnök vagy rockstar? Tök mindegy, mert performance, ugye a miniszterelnök is performál,
a rockstáris performer elő kell, hogy adja magát, és a saját önmarketingjének, önpiárjának az eszköze a stílusa, ugye? Nekem például ez egy egészen új, teljesen izgalmas vonal volt, amikor a mi miniszterelnökünk elkezdett a ruhák nyelvén beszélni, és Trumptól baseball sapkát, a Kipcsakoktól, de nem tudom, hol volt ott kucs, tehát hogy elkezdett gyakorlatilag ruházkodási jelekkel üzenni. Mondjuk ezt sokan viccesnek látják, te nem? Viccesnek látom, de egyébként marhára izgalmasnak látom, hiszen ezt hívják divat diplomáciának. Mondjuk van, aki ezt nagyon magas szinten űzi, mint mondjuk a néhai második Erzsébet angol királynő, aki gyémánt brossokkal és ide-oda rakott kis, nem tudom, ékszerekkel tudott nagyon komoly üzeneteket eljuttatni az ő partnereihez. Jó, de hát ott más tartalma van egy brosnak, mert tudják, hogy 1917-ben hordták utoljára a királyi pontosan, családban. Pontosan. A kucsma a... De az is valami... tanácsülésén az mást jelent. Értem, de azzal is valamit üzenni akart a miniszterelnökünk, az, hogy ő mennyire jól használja ezeket a jeleket, és mennyire a vicc vagy a paródia irányába megy, vagy mennyire egy önazonos, hiteles üzenet, az már ugye annak a kérdése, hogy ő ezeket hogy használja, de hogy ezek jelek, üzenetek, és ezek átmennek, energiát közvetítenek, ez teljesen egyértelmű. Hát meg a sajátjainak üzenés, a sajátjai valószínűleg jobban elfogadják, mint az ellenfelei. Hát vagy nem, csak azt mondják, hogy inkább nem szólunk. Vagy azt mondják, hogy inkább nem szólunk. Vagy az is lehet, hogy jobb nem szólni. Élik. Igen. De például, hogyha te öltöztetsz valakit, ott a visszajelzések mennyire befolyásolják a te sikeredet? Kinek a visszajelzéseim? Hát elmegy valaki egy társaságba, és azt mondják, hogy hogy nézel ki? Hát figyelj! Ott te megbuktál, még akkor is, ha nem vagy ott. Hát figyelj, az az igazság, hogy ugye ez megint az a kérdés, hogy ki mit szeretne. Tehát, hogyha valaki azt szeretné, hogy az alkalomhoz illően az ő helyzetében a lehető legtöbb elismerést kapjon egy ruha, akkor annak megfelelően ki lehet választani tök jól. Ha azt szeretné, hogy valami nagyon egyedi, és extravagáns dolog akkor legyen rajta. Akkor ezt fogják mondani valakik, biztosan. Egyébként, tehát ez a megosztó, az mindig megosztó. Tehát ugye, a megosztó az jó? Én azt gondolom, hogy a megosztó az egy teljesen valid dolog, tehát hogyha valaki nagyon erősen állít valamit, az nagyon sok embernek nem fog tetszeni, valakinek meg fog tetszeni, megoszlik. Tehát egy karakteres vélemény, egy karakteres ruha, egy karakteres személyiség, egy karakteres megnyilvánulás, az rögtön két táborra osztja az embereket, van, aki szimpatizál vele, valaki meg nem. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogyha félünk a kritikától, ha félünk az ellenvéleménytől, ha félünk attól, hogy másoknak nem tetszünk, ahogy én is féltem régebben, akkor próbáljuk ezt megúszni, és lehet, hogy nem is olyan a személyiségünk, tehát hogy lehet, hogy inkább elbújni szeretnénk a tömegben, nem kitűnni, lehet, hogy inkább simulni szeretnénk, betagozódni a többiek közé, és nem kiválni és elkülönülni. Ez a kettőség, ez mindannyiunk életében folyamatosan jelen van, és saját patika mérlegünkön kell kikísérletezni, hogy nekünk mi a jó. Ott kell őszintének lenni magunkkal, hogy vajon tényleg mi a jó. Inkább vállalunk több ellen véleményt, de azt gondoljuk, hogy ez vagyunk mi, vagy inkább azok vagyunk mi, hogyha belesimulunk, és nem piszkálunk olyan dolgokat, amire tudjuk, hogy esetleg több ellenvélemény jut. Na most érted, például nekem melegként tudom, hogy akármit csinálok, akkor is egy csomó ember csak azért, mert valamilyen vagyok, elítél. Akkor már, ha alapvetően egy picit affektálok, vagy femininebb vagyok, mert nekem ilyen egyébként a karakterem, akkor azt miért nem mutassa meg úgy, amilyen vagyok, miért korlátozzam, kössem le magam gúzsba, csak azért, mert azt gondolom, hogy akkor majd jobban elfogadnak. Nem fognak akkor sem jobban elfogadni. Ez milyen szomorú mondat? Nem úgy szántad, de ez egy nagyon szomorú mondat alatt. Az lehet. Hát általában, ha belegondolunk, azért az emberek közötti kommunikáció elég szomorú. Néz körül, hogy micsoda világban élünk, néz körül, hogy mi történik jelen pillanatban Palesztinában, vagy Ukrajnában, vagy mi történik körülöttünk, tehát azért általában az emberi kommunikáció és egymás mellett élő, és azért ez egy szomorú tanulságú dolog. Kevés a nem szomorú példa. Milyen izgalmas, hogy a egyik legsikeresebb műsorunk most az ugye a magyar televíziózásban, ahol hírességek véresre pofozzák egymást. Hát igen, bár ez egy 20 éves platform, tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy egy friss találmány. Oké, de hogy most miért, mekkora eltűnő? Hát maga az ökölvívás is hát az ókorig nyúlik vissza. Persze, hát semmi... ez a tömegnek mindig kellett, hogy lássák más vérét. És ez jó? Ez nem szomorú? Ez nem szomorú, hogy az emberek annak örülnek, hogy emberek véresre pofozzák egymást? És minden, ami ehhez kapcsolódik, az egy tök tisztelendő dolog. Tehát amikor én látom azt, hogy a nem tudom, Molnár Áron, vagy a kis Sóbert Norbi felkészül, rácienő, összekapja magát, izmos lesz, lefogy, kitartás, kell, tehát minden, ami ebben jár, egy tök szép és pozitív dolog. Miért kell, hogy ez
avval végződjön, hogy utána beszállnak egy ringbe, és agyon pofozzák egymást. Hát, mert másképp nem készülnének de miért fel, nem? És másképp hát, nem lenne miért? Tömeg. Hát, nem... Miért egyébként miért nem készültek fel? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. De hogy ez kell a show műsor. De ez nem szomorú, hogy ez a verekedés, meg ez a fajta agresszió kell lehet? Hát szerintem az, ahogyan működik a média alapvetően, az vált eléggé megkérdőjelezhetővé. Nem is feltétlenül szomorú, de megkérdőjelezhetővé. Te hosszan szerepeltél a médiában műsorvezetőként, és ugye az RTL reggeli műsorának 5 évig voltál a műsorvezetője. Amikor annak vége lett, akkor azt mondtad, hogy újra kell tervezned saját magad. Sikerült? Én azt gondolom, hogy, egy éve volt. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egyrészt egy csomó minden olyan dolog letisztult bennem ennek a könyvnek a megírásával is, ami így fortyogott, meg forrongott. Igazából azt gondolom, egy csomó minden átértékelődött bennem, például az, hogy az én tanfolyamaimnak, iskolámnak, amit csinálok most már 8 éve, annak mennyire fontos szerepe van az életemben, a workshopjaimnak, tehát hogy a nagyon sok médiával tudod, eltűnt egy picit a fókusz arról, amiben húsvér embereknek ott a helyszínen, egy közösségben információt, energiát, tudást. Jobban szeretted különben? Nagyon szerettem. Mindig is nagyon szerettem, csak persze, amikor az ember benne van abban, hogy és ilyen műsor, olyan műsor, ez az izé, az az izé, akkor egy kicsit ez például háttérbe tolódott, és szerintem tök fontos, hogy ez most egy nagyobb szerepet kap az életembe. Ha hívnak egy tévéműsorba, elmegyek, ha olyan, mondjuk érted, most már lassan csak boxolni lehet elmenni, meg egy-két ilyen, meg ilyen... Kicsit kigyúrod magad. Meg ilyen izébe, ilyen, tudod, ez a ilyen páros műsorba, az meg ugye abban most nem tudok még jelentkezni jelen pillanatban, de hogy például ez egy tök fontos dolog, hogy egy csomó mindenben egy kicsit lecsendesedtem, tök jó olyan reflexió volt ez a könyvírás is, hogy ez például egy tök jó dolog. A színdarabok, amit a Trojkával csináltunk, amit a Dorka rendezett, ami tökre segített abban, hogy megírjam a könyvet, mert ez meg a szexualitásról szóló darab, ugye ez a szexmasin, ami arról szól, hogy miért nem tudunk beszélni erről a témáról, ez miért van tabusítva, ezt is miért kell a szőnyeg alá seperni, hogy sokféleképpen sokféle dolgot csinálunk szex címszó alatt, és egyébként milyen fura, hogy még a párunkkal sem tudunk sokszor erről beszélni, és ez tök nagy sikerű dolog, mert hogy valószínűleg egy olyan dolgot nyitott ki ez is, amire tökre igénye van az embereknek, hogyha nem azt hallják állandóan, hogy ez bűn, ez ilyen, ez olyan. De neked szereplőként is felszabadító volt? Nagyon. Nagyon, és azt, hogy például a könyvemet ilyen szabadon meg tudtam írni, ahhoz nagyon sokat hozzájárult az, hogy a Dorkával ezt az előadást megcsináltuk. Nagyon sokan. Ki is beszéltétek Dorkával és a többiekkel? Hát hiszen itt azért nem ketten vagytok, hanem ez egy. Persze, ez egy igen. Persze, tehát hogy abból indult, tehát ez beszélgetésekből indult, hiszen ugye Závada Péter írta a darabot, de alapvetően a saját és barátaink, tehát egy ilyen közeli körnek a történetei vannak áttransformálva egy színdarabbá, úgyhogy ez egy nagy beszélgetés sorozatból indult, ami ugye persze, hogy úgy indul még ilyen baráti művész közegben is, hogy ezért nem úgy, meg nem feltétlenül olyan stílusban, meg olyan éllel mondasz el egy sztorit, mert még egymás között is vannak ilyen tabu, és iszonyú felszabadító, amikor erről el lehet kezdeni őszintén beszélgetni, ez tök jó. Azok a leírt történetek, amik a mémiben vannak, azok mondtad, hogy hát vagy igen, vagy nem, találja ki az olvasó. Igen. De te, amikor írtad, te szembenéztél vele, hogy mekkora hülye voltam, vagy ezt hogy csinálhattam, vagy ilyet még egyszer nem teszek az életemben, vagy ez nem ez az utazás volt? Amikor azt mondom, hogy önreflexív, akkor azt mondom, hogy nagyon sok aha élmény volt, és nagyon sok mindent azért tudtam leírni, mert hogy ugye előtte volt egy csomó olyan terápiás szakasz, amiben egy csomó kérdést már így megszurkáltunk, és amikor így, én nagyon sokat álmodom, és nagyon sok álmom, ilyen nagyon képi álom, ami hát mindenkinek, minden ember a saját életét álmodja, de hogy nekem ezek ilyen nagyon szervesen benne vannak aztán a napjaimban is, meg a nappalaimban is, és sok dolog ebből átment a könyvbe is, és sokszor ilyen álom helyzetek azok, amik kitisztítanak problémákat, vagy elindítanak ilyen úton, és igen, volt, meg olyan is volt, ami egyszerűen tudatosodott bennem, hogy aha, jaj, idáig erről ezt gondoltam, most ezt írtam le, akkor ez miért van így? Miért így jött ki ez belőlem? És ez persze egy csomó ilyen dolgot elkezd benned érlelni. Ha valaki elolvassa a könyvedet, mihez jut közelebb hozzád, ahhoz az életformához, amire azt szokták mondani a kívülállók, hogy ez biztos a melegek élete, miközben hát nyilván nincs másik életetek, mint a heteróknak, legfeljebb az egy meleg világ.
vagy a stylistok életéhez, vagy a világjáró divattervező élethez, mihez jutunk közel? Hát szerintem egyébként az a nagyon fontos ebben, hogy nincs olyan, hogy meleg élet, mert az is annyiféle meleg élet van, ahányfajta meleg ember van, tehát ez olyan, mintha ezzel azt mondanánk, hogy akkor van egy olyan, hogy a heteró élet, nem? Hiszen közben az egész világirodalom nagy része arról szól. De hogy... hát, Márko, hát ezt mondjuk. Igen. Hát ugye van a heteró világ, meg hát van ez... a meleg világ, aztán punktum elvál, ott a vonal közben. Mekkora baromság? Hát én például sok meleg számára is egy szálka vagyok, mert hogy én az én életemmel, meg az én dolgaimmal milyen képet mutatok róluk, miközben én nem akarok senkiről semmilyen képet mutatni, én az én életemet akarom élni, és például ebben a könyvben azokat a dolgokat írtam meg, még akkor is, hogyha egy fiktív történetben, amik engem foglalkoztatnak meg, ami velem történt, meg ami velem történhetett volna, meg ahogy én ezt megéltem a fantáziámban, vagy a való életemben, tehát hogy ez is egy olyan dolog, hogy persze, tehát nagyon sok minden kiderül ebből arról, hogy én hogyan gondolkodom melegségről, transzkultúráról, elfogadásról, identitáskeresésről, buliról, kábítószerről, kultúráról, művészettörténetről, nagyon sok mindenről, mert hogy ez gyúr össze egy embert, annak az embernek a melegsége az egy faktora, és az, hogy mit gondol mondjuk a barokkról, vagy szereti-e Dominikát, vagy szerete inni, vagy enni, az megint csak az embernek a többi tartalma, és ettől lesz érdekes egy élet, vagy ettől lesz érdekes egy helyzet, hogy abban egész lényünkkel részt veszünk, nem pedig egy dolgunkkal. Azt írtad az Instáról, hogy szükség lenne sok szabad és bátor emberre. Kevés van körülötted? Én azt gondolom, hogy ebben az országban van egyre kevesebb szabad ember, abban biztos vagyok. Egyre kevesebb ember hiszi el azt, hogy érdemes bátornak maradni, és azt csinálni, mint a Madonna, aki azt mondja, hogy no fear, és ez azt jelenti, hogy a saját félelmeidet is felismerd, tudatosítsd, és aztán vagy csinálsz vele valamit, vagy nem, de már az is egy bátorság, hogy a saját félelmeidet felismered. Szerintem ebből is egyre kevesebb van, és én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog lenne itt, hogy ebből minél többet megtartsunk, és ezt őrizzük magunkban, mert attól izgalmas, meg jó egy társadalom, ha abban szabad és bátor emberek élnek egymás mellett, tiszteletben, vagy elfogadással, vagy egyszerűen csak egymás mellett, az valami. Szerintem azt gondolom, hogy az egy jó társadalom, minden más, ahol uszítás, meg szítás van, az meg nem. Ez lesz a végszó. Lakatos Márk, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva jön a következő húzós, minden jót, viszontlátásra.